világnak a legnagyobb nemzetpolitikai. Az idei esemény helyszíne a Sátor aljaújhelyi Rákóczi Hotel, tábor és rendezvényközpont, amelynek üzemeltetője a Rákóczi Szövetség. A megnyitón Csáki Csongor elnök elmondta, ez a hely a Rákóczi Szövetséget már több mint 20 éve lenyűgözi. A magyar történelemnek és a magyar kultúrának egy olyan sűrűsödése van itt, ami nagyon kevés helyen található meg. Ha itt szétnézünk ezen a helyen, akkor azt láthatjuk, hogy egy olyan ölelésben vagyunk, ami Sárospataktól Borsig, onnét Kassáig halad, és ha ezt a háromszöget belehelyezzük a magyar történelembe, akkor a honfoglalástól egészen napjainkig nagyon sok mindennel találkozhatunk. Tőkés László Erdélyről szólva elmondta, nem engedhetnek autonómia törekvéseikből. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kiáll a tényleges magyar-román megegyezés és megbékélés ügye mellett, tette hozzá az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Történelmünk örökös újrakezdések láncolata. Trianon, majd a párizsi békeszerződés nyomán is előről kellett kezdenünk mindent. Ugyanez mondható el a kommunista diktatúra bukását követő rendszerváltozás tekintetében. Megjegyzem, hogy három évtizede a bálványosi folyamat is az újrakezdés jegyében indult. Íme most az úrnak 2021. esztendejében ugyanerre a célra szervezkedünk. Brenzovics László, a KMKS elnöke szerint a mostani egy rendkívül nehéz korszak a magyarság számára, hiszen járvány elleni küzdelem mellett erős támadások is érik a Kárpát-medencei magyarságot. Mi dolga ilyenkor az embernek? Erre Vörös Morti már nagyon régen választ adott. Küzdeni a magyar szabadságért, erőnk szerint, ugye aminél nemesebb feladata a magyarságnak alig ha lehet. Azt hiszem, hogy ez szolgálta, és ez szolgálja a Kárpát-medencei Magyar Szabad Egyetem. Ha össze vagyunk kapcsolva, mint térség, akkor sokkal ellenállóbbak tudunk lenni a megosztó kísérletekkel, támadásokkal szemben, bárhonnan is jöjjenek azok, mondta Németh Zsolt a megnyitón. A Magyarország Gyűlés Külügyi Bizottságának elnöke hozzátette, az önkéntességnek, a közös érdekeken alapuló együttműködésnek kell meghatározónak lennie. A V4-re épül és erre kell épülnie az Európai Uniónak is, ezért vannak közösségi és ezért vannak nemzeti hatáskörök, fogalmazott Németh Zsolt. A megújulásnak az alapja nem az alkalmazkodás a nyugati elvárásokhoz, nem a gyanakvás egymás iránt, hanem egymás sikere iránti nyitottság. A te sikered az én sikerem, a ti sikeretek a mi sikerünk. Meggyőződésünk szerint ez jelenti, ez a szemlélet jelenti Európának és térségünknek a jövőjét. Az esemény a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Ifjúsági Tanács és a Magyar Ifjúsági Konferencia szervezésében valósul meg.